gyorsan barnulok, úgyhogy nekem elég egy 5 perc a napon, és megkap, hogy lesz színem. Arra vigyázunk, hogy ne folyamatosan feküdjünk itt, hanem menjünk, sétáljunk, beülünk árnyékos helyre egy kicsit. Azt betartjátok, hogy mondjuk délelőtt 11 és délután 4 között nem strandon, szabad? Strandon nem, de otthon igen. De strandon nehéz betartani, hogy kijövünk, és akkor elvonulunk valahova. Oda kell figyelni, több faktorúval kell kezelni, és utána meg a ápolni kell. Egyre többen tudják, de még mindig nem lehet elégszer elmondani, hogy óvjuk bőrünket. Szokatlanul meleg van már most, ilyen időjárás júniusban szokott lenni. A hétvégén a strandok zöme megnyitott, sokan kihasználták a hosszú hétvégét és a 30 fok körüli hőmérsékletet. Fürdőztek, napoztak. Dr. Szabó Andráshoz sűrűn fordulnak tanácsért, melyik bőrtípushoz milyen naptejet érdemes használni. Én mindig azt mondom, hogy legalább 30-as faktorú legyen. Az Európai Uniós szabályok szerint a legmagasabb fényvédőt plusz 50-es faktorral jelölik. Tehát régebben volt 100-as faktorú fényvédő, most már nincsen, a legerősebb az a plusz 50-es faktorú. Hát aki egyes bőrtípusba tartozik, ott igazából főleg így a nyári szezon elején én ezt a plusz 50-es javaslom. Bőrünk még nincs hozzászokva a naphoz, ezért tényleg nagyon oda kell figyelni a fényvédelemre. Az érzékeny bőrűek még árnyékban is viseljenek kalapot és lengeruházatot, javasolja az orvos. Akár 10 perc alatt le lehet égni, a szívbetegek pedig ne menjenek 11 óra után a szabadba, hangsúlyozta a bőrgyógyász. Megdöbbentő adat, hogy az elmúlt 10 évben másfélszeresére nőtt a melanómás betegek száma. A napozásról nem kell lemondani teljesen, de tény, hogy a mértéktelen napfürdő és a leégés megsokszorozza a rákbetegség kialakulásának esélyét.